Darabokban az üveg. Így nézett ki a betörés követően annak a háznak az ablaka, ová tolvaj háromszor is visszatért. Az első két alkalommal betörte az ablakot, azon át jutott be az ingatlanba. A harmadik visszatérésekor már ezzel sem kellett bajlódnia, hiszen a ház tulajdonosa nyitva felejtette a nyílászárót, így a nyitott ablakon át jutott be a tolvaj a házba. A betörésekkel egy 32 éves kalocsai nőt, Kávviolát gyanúsítják, akit a kalocsai rendőrkapitányság bűnügyi osztálya 2017. augusztus 15-én 9 óra 20 perckor lopásvédség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt vett őrizetbe. A rendelkezésre álló adatok alapján a fiatal nő először július 29-én a reggeli órákban tört be a Pásztor utca egyik házába Kalocsán. Onnan egy olajfestményt, 5 automakettet, valamint szeszes italokat lopott el. A gyanú szerint egy héttel később, augusztus 6-án a fiatal nő ismét visszament az ingatlanhoz, ahová újra betört, és onnan többek közt egy gázriasztó pisztolyt, 9 zsebórát, 20 ólomkatonát lopott el. Majd felbuzdulva az eddigi sikeres lopásokon, másnap a délelőtti órákban ismételten megkísérelte a bejutást a házba. Akkor a nyitott ablakon keresztül ment be. Többek közt egy karórát, egy 19. századi pisztolyutánzatot, 19 zsebórát, két 19. századi rézvasalót, valamint egy rézgyümölcskés tartót és 12 darab kés lopott el. Ám sokáig nem ürülhetett a zsákmányának, hiszen a napokban a kalocsai rendőrkapitányság előállította. A házkutatás során a kalocsai nyomozók megtalálták és lefoglalták az ellopott tárgyak egy részét.